A hírnév kötelez. Röviden és tömören így foglalható össze az Áprili Lajos Főgimnázium legrégebb működő művészcsoportulásának a mottója is. A Búzavirág népi együttes 1949 óta megszakítás nélkül tevékenykedik, számos itthoni és európai fellépéssel, turnéval tették ismerté és elismerté nevüket. Ebben a hónapban nagyszabású ünnepséget tartottak, ahol közel 1000 személyt, volt és jelenlegi búzavirágost, rajongót és érdeklődőt hozott össze az évforduló. Az együttes múltjáról, jövőjéről, megvalósításaikról és terveikről Reif Zsuzsát, a népi együttes vezetőjét kérdezzük, akit sok szeretettel köszöntünk a stúdióban. Szervusz! Sziasztok, köszönjük a meghívást! Örülünk, hogy itt vagy, és gratulálunk is egyben nektek, mert azt hiszem, hogy ez a 70 év nagyon sok mindent elárul, és kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek egyaránt, mégis nektek sikerül összefogni ezt a csapatot. Hogyan próbáljuk, vagy hogyan tudjátok feleleveníteni ezt az elmúlt időszakot? Sokat gondolkoztunk, hogy végül is mit jelent hagyomány, mert hogy hát 75-70 év az már szinte hagyományt jelent, és mi úgy gondoljuk, hogy Brassóban hagyományt teremtettünk ezzel a társcsoporttal, és talán ezt mutattuk meg ezzel a gála előadással is, ahova bár ugye meghívottaink is voltak, mert hogy úgy gondoltuk, hogy közösen jó ünnepelni, azért mégis a főszó a búzavirágé volt. Nagyon helyes, megérdemlitek. Hova nőtte ki ma már magát 2019-ben az együttes? Szerintem édesapám büszkén nézne most már ránk, mert hogy hát alapította, és én 12 éve dolgozok velük, amióta édesapám meghalt, és hát felmerült a kérdés, hogy mi lesz a társcsoporttal, a városban már hallatszott, hogy meghalt Pista bácsi, oda a búzavirág, és akkor édesanyám tanácsára úgy döntöttem, hogy oda megyek, ugye én is pedagógus vagyok, bár akkor még nem tanítottam az iskolában, hanem apácára ingáztam, és abban az évben kerültem ősztől az Áprili Főgimnáziumban, úgyhogy úgymond örököltem a társcsoportot. De nem bánod? Jaj, abszolút nem. Hát kérdés volt bennem, hogy ez fog-e nekem működni, mert hát ugye apja lánya azért nem biztos, hogy ugyanaz az érdeklődés ugyanaz. Hát meg gondolom, ugye elvárással is voltak felét, hogy akkor édesapádhoz híven te is hasonlóképpen jól kezeld ezt a csapatot. Gondolom, igen, bár nem fogalmazta meg senki, de 2 évre rá az igazgató felhivatott, akkor Petki Pál volt az igazgató úr, és azt mondta, hogy Zsuzsa, most már te örökölöd, most már rád bízunk a társcsoportot. Úgyhogy, bár nem az én álmom volt, az enyémé vált, és most már én viszem tovább. Hányan táncolnak amúgy most jelenleg, vagy hány aktív tagja van? Hát 63 aktív tagja volt, van. És reméljük, hogy még több lesz a búzavirágnak. Bár időnként ez a nagy szám egy kicsit nehezen mozgatható, mert ugye nincs egy olyan színpadon, ami felférünk. Mindig fel kell osztani a táncosokat, ki egyik táncot táncolja, ki a másikat. Ez ugye egy kicsi szívfájdalommal is jár részükről, mert hát mindenki szeretne a színpadon lenni, de bízok benne, hogy meg tudjuk oldani ezután is. Az a jó, hogy nagyon sok helyen ismernek benneteket, nem csak Brassóban és a környékén, a Szorványban úgymond, hanem a Erdély különböző pontjaiban, illetve külföldön is. Milyenek a visszajelzések, hogy látod, hogyan fogadnak benneteket? Mert amit ti csináltok, az nagyon fontos az értékteremtés, illetve megőrzés szempontjából is. Tehát a népi hagyománynak az ápolása, illetve annak a kulturális értéknek a bemutatása, amelyet a magyar ember képvisel itthon és külföldön egyaránt. Visszajelzéseink általában pozitívak. Ez talán pontosan ez a fiatalos lendületnek köszönhető, meg ugyanakkor, mikor az elszármazott régi táncosok eljönnek az előadásainkra, akkor már rögtön pozitív lesz, mert mikor a közönségben jó páran már dudolják, akkor már azok is, akik idegenek voltak és nem ismertek, szinte családtagá válnak. És ugye hát Szorvány megyeként nincs könnyű dolgotok, de mégis összeáll a csapat, és mégis fáradhatatlanul munkálkodtok abban, hogy együtt legyen, és létezzetek. Mi motivál amúgy titeket, vagy mi motiválja a csapatot? Meg hát téged is személyesen, ugye vezetőként. Hát elsősorban talán a közösségformálás, mert ugye még annak idején az édesapám is elmondta, hogy nem táncosokat nevelünk mi, ez nem egy autentikus tánccsoport, van nekünk autentikus táncunk is, de ugye vannak olyanokat, amik még apu gyűjtött, nem teljesen tiszták ezek a táncok, de talán nem ez számít, hanem az, hogy ezek a gyerekek magyarul énekelnek, magyarul táncolnak, és így megőrzik nemzeti identitásukat.
sok mindent látunk az asztalon, többek között egy ezüst fenyődíjat, amelyet 2018-ban kaptál, és ehhez gratulálni is szeretnénk, de mutogass még egy picit, hiszen vannak albumok is, amelyekben régi felvételek is vannak, régi fényképek és újak is, és még mit hoztál nekünk? Mutasd esetleg be nézőinknek. Elhoztam egy 78-80 éves generációs albumot. Ez főleg azért, mert itt a nővérem is táncol. És hogyha televízióban vagyunk, akkor ez egy felvétel a televíziótól. Sajnos nem maradt meg a román televíziónak az archívumában ez a felvétel, mert valamikor leégett. Kerestük, de nem találtuk meg. De ugye itt van a nővérem is, és azért hoztam el. És elhoztam az ideni végzős buzavirágosoktól, mert ugye ez mindig egy ilyen fájdalmas pont, az albumukat, amit ők szállítottak, meg kívánták, hogy valószínűleg jó pár év múlva megcsodálhassák magukat, amiben nem csak székelyruhás képek vannak, hanem vannak ilyen, az például Bécsbe történt, közös tevékenységeknek, közös élményeknek a megosztása, ez a táncvilágnapja, akkor Brassó főterén történt, táncoltak. Tehát ez már ugye a fiatal generáció. Igen, ez az utolsó generáció, azért is gondoltam, hogy fontos elhozni, mert hogy hát fájó szívvel búcsúztak a tánccsoporttól az idén. Lesz-e utánpótlás, hogy vannak fiatalok gyerekek, akik lelkesednek a tánc iránt? Biztos, hogy vannak. Bár ugye Brassóban jó pár tánccsoport működik napjainkban, ezek közül az egyik is úgymond a legrégebbi a buzavirág, és nagy örömünkre szolgált, hogy az idén hát szinte 40 fiatal csatlakozott hozzánk, 7-es, 8-osok, bár ugye ez liceumi társcsoport volt mindig, de úgy gondoltuk, hogy fogadjuk őket is. Uh-huh. Hoztál még két makettet is, és ezeket is megmutathatod nézőinknek, illetve közben visszatérnék erre az ezüst fenyő díjra, és gondolom, hogy ez egy nagyon szép elismerése annak, vagy egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy amit csinálsz, amit csináltok, annak azért mégiscsak tétje és eredménye van. Én úgy gondolom, hogy tényleg ez egy fontos elismerés számunkra, bár nem csak az én érdemem, mert hogy hát én csak 12 éve dolgozok. Hát össze kell tartani azért egy csapatot. És talán megemlíteném a két segítőmet, akik fiatal lelkesek, fiatalok lelkesek és tanárok, meg tanítók, úgyhogy nagyon jó nekünk, mert hogy ott vannak az áprilisi főgimnáziumban mellettem, és akkor ez már automatikusan azt jelenti, hogy az utánpótlás szempontjából is fontos, meg hát az együttműködést is sokkal könnyebb így, hogy egy helyen dolgozunk. És Solyom Tamás, és Kovács Karola tanítónéni, Tamás pedig infotanár, úgyhogy neki se épeg az alapmestersége, ugyanúgy, mint nekem sem, mert én is technikai szakos vagyok, meg informatikus, de talán a magyar nemzet, a magyar nép szeretete, ez mindannyiunkat összeköt. Érdekes, amit mondasz, hogy nem ebből a világból jöttél, mégis itt azért megtalálod a saját hangodat. Hogyha nem így alakult volna, hogy nem édesapád után öröklöd, akkor szerinted találkoztál volna a néptánccal, népművészettel? Hát én is táncoltam ugyanúgy, mint jó pár generáció, 4 évet a társcsoportban. A mi időnkben nem lehetett visszamaradni. Úgyhogy, hogy a 12-et befejezted, akkor könnyes szemmel elbúcsúztál, ugyanúgy, mint az idéni generáció, székelyruhát leadtad, és akkor volt rá alternatíva, hogy tovább táncolj az egyetemisták tánccsoportjában. Nekem ez nem adatott meg, mert hogy én kézilabdás is voltam, meg olyan körülmények voltak, én nem táncoltam tovább, de ha nem lett volna édesapám, akkor talán ennyivel megállt volna az egész, és talán majd évek múltán felnőttként akkor tovább táncolhatta volna. Mutass közben be ezt a két makettet is még így a nézőknek. Ez az Ajzoni Rab István díj. Ez nagyon nagy kitüntetés számunkra, mert hát ugye otthon lenni királynak úgymond, vagy elismerve talán ez a legfontosabb, mert hogy ugye ezt jártunk szerte a világba, Izraeltől elkezdve, Makedóniáig, Montenegróig, de azért itthon az a legfontosabb, az hogy ottan ismerjenek el, és ez pedig egy ilyen elismerésnek. Igen, számunkra. És a másik? A másikat pedig a Brassói RMDS-től kaptuk a tavaly, aki szintén egy ilyen emlékpakattel díjazott minket, a Magyar Közösségi Díjat kaptuk 2017-ben. Ez is nagyon szép elismerés, azt hiszem, és ti már a közösség részévé váltatok. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy búzavirág, és azt, hogy 70 év, akkor egyből asszociálja és azonosítja azt, hogy miről is van szó, nem? Én úgy érzem, hogy igen, és talán ezt mutatta ez a 70 éves évforduló is.
Neki a záró tánca a gyergyói tánc, akit mindenki tud, apraja, nagyja, ezzel kezdjük mindig. Úgyhogy tényleg, amikor visszanéztük a filmezést is, ledöbbentem, hogy hát ott legalább 300 ember táncolta, és oda jött hozzám egy bácsi, aki elmondta, hát mellettem bácsi volt, hogy hát ne haragudj, Zsuzsa, azt mondja, hogy nem ismerlek téged, most láttalak először, édesapád tanított, én nem voltam buzavilágos, de valahogy most úgy megéreztem ezt az érzést, hogy mit is jelent buzavilágos lenni, és ez az előadás által egy kicsit én is azzal váltam. Milyen jövőbeli terveitek vannak? A jövőbeli terveink. Megélni természetesen a 100. évfordulót. Igen, mert Tamás pontosan igen, ez ezzel elhúzott, hogy hát a 100. évfordulón találkozunk, úgy hirtelen lefuttattam a fejbe, hogy vajon én akkor milyen állapotban leszek. Mondták, hogy jó, hát aztán talán zseniális ott lett, persze, hogy meg gondoltam, hogy igen. Mindenféleképpen ugye a 100. évforduló, minél több generáció diákot végig táncoltatni, pályázni folyamatosan, mert csak így tudjuk mozgatni a táncsoportot. Ugye a székelyruha csizma mindegyik drága, úgyhogy a kellékeket megszerezni, ezt csak pályázat által tudjuk. Nagy segítségünkre volt a Csórik Sándor alap az idén, és hát énekelni, magyarul érezni és közösséget formálni. Hát mindenhez kívánunk akkor nagyon sok sikert, és köszönjük, hogy itt voltál, és hogy együtt ünnepelhettünk egy kicsit. És köszönjük a kitartó munkádat, amellyel összefogod ezt a csapatot, és kívánjuk neked, hogy sok-sok éven keresztül tudd ezt még megtenni, és együtt örülni ebben a szorvány közösségben, ahol még egyszer mondjuk nem egyszerű, azt hiszem, magyarnak lenni. Köszönjük szépen a meghívást, és köszönöm.